Bazd meg! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a csodálatos Schwarzwald fekete erdő közepéből. Nem Jancsi és Juliskásat játszunk, ugyanis nem találtunk mézeskalácsházat, és kenyeret se morzsoltam magam után, hanem szeretném nektek bemutatni ezt a csodálatos forzámat, NSS 300 típusú motorkerékpáromat, amit már lehet, hogy ismertek, lehet, hogy nem. Joggal merül fel a kérdés, hogy miért és hogyan kerülök vele, főleg a fekete erdő közepébe. Erre a választ még én sem tudom, de ha megtaláltam, szólok, igazából dolgozni jöttem ki vele, hogy szabadnapjaimon tudjak karikázni, és hogy miért nem a másik motorjaimmal, azért, mert az 500X-et valószínűleg el fogom adni, és azt otthon hagytam, hogy piacképes állapotban és bármikor vihető legyen. Na de, kezdjük egy kis Forza történelemmel. Az ezred forduló derekán jelent meg a modell, akkor a Hondának a méltán híres neves dual fékrendszerét kapta, ugyanis ABS még nem volt hozzá található. Subarus kollégának meg köszönjük itt ezt a csodálatos bemutatót. 2005-ben megjelent a lefecskendezős üzemanyagrendszer, nagyobb kétzár sisakot is elnyelő csomagtartó, majd a mostanihoz nem teljesen, de kismértékben hasonlító okos kulcs, majd 2016-ban két személynek is kényelmesebb lett, és elérkezünk 2018-hoz, ami ennek a modellnek a gyártási éve, illetve nem ennek a modellnek, hanem a gyártás kezdete. Akkor 12 kg-ot tudtak a régi vázból lefaragni, így ő most 182 kg menetkészen, 25 lóerős, nyilván 4 ütemű, 27 Nm, a nyomatékcsúcs teteje ilyen 6000-nél van, teljesítménycsúcs ilyen 7000 környékén, található benne kipörgésgátló, majd ezt megmutatom közelebbről, elektromos plexi, 15 cm-t lehet föl-le mozgatni, mindjárt mutatom, itt csodálatos, igazából sok mindent nem ér, legjobb az alsó állásban, mert magason olyan turbulencia keletkezik, hogy előrefele nyomja a fejemet, és hátrafele kell tartanom, és ez nagyon kényelmetlen. Majd megmutatom a műszerfalat is, stb. De ne rohanjunk ennyire előre. Nyilván ABS és ilyen dolgok. Egyébként a motoron nagyon jó oldal és középsztender található, ami a mai világban már nem számít alapfelszereltségnek, úgyhogy ezt is értékeljétek. Első lengéscsillapító rugója talán a motor leggyengébb pontja. Rossz a butakon, akár itt a fekete erdőben is találunk olyat, de főleg Budapesten vagy a jó magyar utakon nagyon hamar föl tud kappanni. 60-70-80 ezer forint környékén kapható, típustól függően progresszív rugó ebbe a Forzába is. Ha valaki hosszú távon tervezne ezzel a modellal, az mindenképp megérne egy befektetést. Viszont hátul két darab állítható, 7 fokozatban állítható rugóstak található, amire viszont igazából nincs panaszom. GPS szerint a végsebessége itt az óra elég sokat csal, 130 km/h, az óra ilyen, a kilométer óra a motornak a gyárja, ilyen 145-öt szokott mutatni. A kényelmes utazó tempó óra szerint ilyen 130, az valójában 115, autópályán annyival jöttem bele, és 3,7-es fogyasztást produkált, ez csomagokkal, egy személlyel, nem mondom ám annyira rossznak, viszont ezt a kétszer ilyen erős 500X is tudja, tehát nyilván nem az autópálya az ő területe, hanem sokkal inkább városba, illetve az agglomerációból bejárásra, vagy egy igazi mindenesnek ajánlanám. Annyira nem kicsi a motor, tehát városba se lesz kifejezetten könnyű vele manőverezni. Azt gondolná az ember, hogy a tükör rossz helyen van, de én ezt eddig nem tapasztaltam. Mások azt mondják, igen, szerintem az autókat könnyedén ki lehet vele kerülni, és azért nyilván a hosszú utak sem az ő... keresem a szót. Kedvencei. Igen, ez volt a szó, amit kerestem.
De ha valaki egy motort szeretne és egy robogót is azzal szeretne megoldani, és elég neki ez a 25 lóerő, nagyjából ilyen 110-nél nem akarna gyorsabban menni, akkor szerintem egy jó választás lehet. Igaz, ott van még a Yamahának az X-Max, ami hasonló árban van, a Suzuki Burmanból csak 200-as van az olcsóbb, meg 400-as az drágább. Nem tudom, esetleg még ott van ennek a változata, illetve ez most már nem kapható. Eredeti ára ilyen 2 millió környékén volt. Mi a neve? SH300, ami ugyanez a motorblokk, csak ott össze tud érinteni a két lábadat, nagyobb kerekekkel, viszont hosszú távon az biztos kényelmetlenebb, illetve a csomag tere is kisebb. Ennek az utódja egyébként a 350-es változat, ami 5 lóerővel erősebb, valószínű, ha az az 5 lóerő átkerülne ebbe a karosszériába, akkor azért sokkal jobban lehetett volna neki csapatni, de majd azért láttok egy-két videót, hogy itt a Fekete Erdőben zargattam vele a népet. Amikor lehető volt, akkor egész jól utoltottam érni bandákat, viszont hát az emelkedőket nem szereti, illetve a kanyarokból való kigyorsítás sem az ő kedvence, viszont egy jó hír, nem tudod ledönteni a gumi pereméig a motort, illetve le tudod, de az már a rosszabbik eset, mert előbb ér le az idom, amikor hátsó guminál még egy újnyi hely van, úgyhogy észre fogod venni, hogy mikor az elég, viszont a gyári Pirelli Angel, nem tudom milyen gumi, az egy, azt felejtsük el, ezen most Bristolok vannak, nagyon-nagyon jól teszik a dolgukat, ég és föld. Kívül nagy előnye, hogy nagyon kis helyen meg lehet vele fordulni. Ez a kormány kapcsoló szektor ismerős lehet a DTC váltós Honda tulajdonosoknak, ugyanis itt az egyik és a másik váltófül, ezzel jelen modellen a kipörgésgátlót aktiválhatjuk kibe, illetve ez egy infókapcsolót kapott. Itt van még egy infókapcsoló. Az alsóval, hogy mutassam, próbálom, hogy ne tükröződjön nagyon, na mindegy, majd elhiszitek. Alsóval tudjuk a összes megtett kilométer, nagy átlagfogyasztás, illetve a megtehető távolság. Ezzel a felsővel meg kétféle A és B napi számláló van, azokat tudjuk vele változtatni. Ezen kívül még kijelez akkumulátorfeszültséget, külső hőmérsékletet, ami nagyon hasznos. Nyilván van rajta óra, üzemanyagszint és vízhőfok jeladó. Gyárilag itt a kormány közepén egy kis burkolat található, amit én leszereltem, és ezt a kis kínai, nem tudom minek hívják, ilyen X-es telefontartót raktam föl, amely nagyon jó szolgálatot tesz, viszont menet közben kitakarja, hoppá, és már automatikusan állítom a plexit. Annak ez a gombja. Kitakarja menet közben a műszerfalat, és nem jelenik meg villogóan üzemanyagra hiányára való figyelmeztető, így majdnem sikerült magamat beszopatni, hogy az autóban ragadtam. Amelyet még kiemelnék, hogy nagyon hasznos dolog, az az itteni tároló, amely ilyen, nem tudom minek hívják, ilyen nyomásérzékeny. Óriási hely van benne, és található egy USB nyílás is, egy USB port,
amelyel telefont, esetleg GoPro akkumulátorokat tudunk tölteni. Van egy kis fak a telefonnak, vagy a... Hoppá, ezt fogjuk is használni, ugyanis a sisakom nagyon koszos. Kaptunk az S100-éktól, illetve a HelloCar-tól ilyen plexitisztítót. Ide befér akár két telefon, GoPro aksi, forgalmi, pénztárca. Ez nem gyári. Én itt voltam muszáj, mert másképp nem tudtam a kábelt kivezetni ide. És itt található a gyújtás kulcsunk, most gyújtáson van, lezárom, és ilyenkor, ha eltávolodok a motortól, akkor most be kéne, hogy zárjon, de lehet ott hagytam a kulcsom. Ja, persze. Van rajta egy olyan funkció, egyrészt amivel ki tudjuk kapcsolni a kulcsot, hogyha közel tartjuk a kulcsot és a motort egymáshoz, ne tudják ellopni. Nyomjatok lájkot, meg kommenteljetek, mert ez nagyon sokat számít nekünk, és a YouTube algoritmusának, hogy minél több mindenkihez eljuthasson a P-Riders. Ha ezt megnyomjuk, akkor megvillogtatja az indexet, ha mondjuk egy sötét parkolóházban kellene megkeresni a motort. A doboz pedig azért okos, mert nem rátunk rajta semmilyen karmantyút, ez csak a cipelésre van, hanem ha itt nálunk van a kulcs, ugye, amelyet érzékel, megnyomjuk az alján ezt a kis mikrokapcsolót, és ki is pattant. Elnyel egy sisakot, meg még apróságokat, majd visszazárjuk dobozunkat. Az ülésünk is hasonlóan nyílik, itt a gyújtás kapcsolónk. Ezt egy nyomással tudjuk aktiválni, átkapcsoljuk az ülés, illetve a üzemanyag betöltő nyitására. Ülésünket kinyitjuk. Hoppá! És itt is varázslatos nagy hely és kupleráj található benne az én kis szerszámaimmal. Valóban elfér kettő sisak benne. Ülést visszazárjuk. És van kormányzárunk is, most azt nem akarom itt a motort annyira megmozgatni. És mondjuk, ha viszont eltávolodunk a motortól, ő automatikusan bezár, ugye így volt aktiválva a kulcs, és mindjárt az indexek felvillanásával mutatja, hogy ilyenkor most villant, lezár minden rekeszt, és nem tudjuk kinyitni, csak akkor, ha újra nyilván a kulccsal visszajöttünk a motorhoz, és akkor már tudunk mindent nyitogatni. Ülése igazán kényelmes, két utasnak is. Elég nagy méretű utaslábtartót kapott. Igazából ilyen szempontból panasz nem lehet rá. Rendelhető rá markolatfűtés, az azért jó lenne, mert még a térd egész jól védett a időjárás viszontagságaitól, viszont sajnos kezünket nem védi a menetszél. Nem tudom még igazából, mit kéne elmondani róla. Én ajánlom bátran, tehát aki ilyen nagyméretű robogóba gondolkozik, az nyugodtan vásárolhat. Ilyet használt áraik, nyilván ezt újra már nem lehet kapni, ilyen 2,1-2,2 millió forint körül volt még tavaly. Most ha használtak, ezt is majd ilyen 1,7 és 1,8 körül fogom megpróbálni eladni, annyiért is mennek egyébként. Szerviz intervalluma a szíjnak 24 000 kilométerenként kell cserélni, árát azt nem tudom, a gyertyát meg az olajat 12 000-enként ajánlatos. Világításáról nem beszéltem, de ezt szerintem láthattátok, hogy elő-hátul ledes, ami igazán jó pofa. Nagyon jól megoldották a kollégák. Egy ilyen alufóliával bélelt tasakban található a nedves törlőrongy, és található benne egy száraz is, azt most már kidobtam, majd természetre bízzuk a szárazságot. Viszont ez még nagyon jó alkoholos, illetve ilyen tisztítószeres. Maradt sisakom, hát nem tudom mennyire adja vissza a kamera. A sisakom azért eléggé koszos, nem rettentően, de pont a látásban már zavar.
Ez azért egy jó pár napos, sőt hát egy hetes rászáradt maradvány, de nagyjából egy fél perc dörzsölés után, mint a csodalámpát, eltávolítja szépen, szedi a dolgokat róla. Kaptunk egyébként elég sok terméket a Hellocartól, akik az S100-t is forgalmazzák, úgyhogy látogassatok el nyugodtan az ő weboldalukra is, és próbáltok ki az S100 termékeket. Valóban jó, tehát tényleg jó termékeik vannak. Jó minőséget képviselnek, a láncsprayüket is teszteltük a tavalyi túrán, az is nagyon, nagyon bevált. Ó, most már látok is majd, úgyhogy további jó utat kívánunk mindenkinek, ne felejtsétek, feliratkozás, lájkolás, sziasztok!